És Forgács Imre, közigazgatási szakember, volt igazságügyi és rendészeti miniszter van itt velünk. Jó napot kívánok! Jó reggelt kívánok! Nem sokkal ezelőtt a szentendrei polgármesterrel beszéltünk arról, hogy mi maradott az önkormányzatiságból egy ilyen településen, hogy sorra szorongatják meg pénzügyileg és más szempontból is. Ezek csak így a vírus, meg a gazdasági helyzet okozta próbálkozások, vagy van mögötte egy komolyabb koncepció, ami a önkormányzatiság felszámolására, de legalábbis súlyos megnyilvánulására irányul-e? Én úgy gondolom, hogy ha végignézzük az elmúlt 10 év Fidesz kormányzásának a történetét, akkor látjuk, hogy ez egy tudatos politika, és tulajdonképpen ennek újabb és újabb fejezeteit látjuk. Lényegében én abból indulnék ki, hogy ugye a jelenlegi magyar kormány az egyike azoknak a kormányoknak, amelyet ugye egy populista, narcisztikus személyiség vezet. Most ebben nem akarnék elmerülni, mert ez nem igazán az én szakterületem. De hát a Donald Trumptól kezdve a Bolsonaro, a mai populista sztárok mindegyikére jellemző, hogy utálják a független, autonóm szervezeteket, legyen az önkormányzati autonómia, bíróság vagy független sajtó. Hát ezek közismert példák. Tehát minden olyan akadályozó tényezőt el kell taposni, ami akadályozza őket, hogy a kizárólagosan az ő akaratuk érvényesüljön. Most erre hadd mondjak ez már az én területem, egy egészen konkrét példát arra, hogy ez miért 2010-ben kezdődött, és ezzel ugye azt is állítva, hogy az önkormányzati autonómia, ami a rendszerváltás egyik nagy vívmánya volt, ez 2010-ig lényegében működött. A szerkesztő biztosan emlékszik rá, talán a nem egészen fiatal rádióhallgatók is, hogy a Turul ügy az 2005-ben kezdődött. Én akkoriban a közigazgatási hivatal vezetője voltam, és mint építés hatóság került a hivatal kapcsolatba a Turul ügyel. Ugye tudjuk, hogy az akkori hegyvidéki önkormányzat engedély nélkül állította fel ezt a bizonyos szobrot a Böszörményi út sarkán, és ugye hát ez egy építés hatósági ügy volt, ami úgy került az én hivatalomhoz, hogy az a másodfokú építésügyi hatóság, és kizárólag jogi kérdésként fogta fel az ügyet, tehát nem a politikai tartalmat vizsgálta. És hát ugye megállapította, hogy nincs engedély, tehát a szobrot le kell bontani, független annak a politikai tartalmától, tehát ugye a kollégáim azt nem vizsgálták, hogy a Turul itt jelkép, ez a szobor tárgya, az lehetett volna egy furujázó pásztor lányka is. Hát jobban jártunk volna, de értem, hogy nem erről van szó, igen. Persze. Igen. Na most az önkormányzat nem fogadta természetesen a bontási határozatot, bírósági felülvizsgálatot kért, és a bíróság a közigazgatási hivatalnak adott igazat, helyben hagyta a bontási határozatot. Most azért hozod ezt a példát elő, mert a közigazgatási hivatal akkor az államot jogszerűen képviselte, egy nyilvánvalóan jogsértő önkormányzattal szembe. De az önkormányzati önállóság és autonómia miatt nem volt elegendő eszköze egy jogerős bírósági ítélet végrehajtásához. És politikai bátorsága sem, és ezt jól érezte meg az akkori fideszes önkormányzat, és látta, hogy meg tudja mutatni, hogy nem is Turul lesz ki az úraházban. Politikai bátorság lett volna, mert végül is jogi eszközként a kényszerbontást el lehetett volna rendelni, de ugye ez akkor, 2006-ot írunk már, eléggé komoly közrendbontással járt volna. Mindenki emlékszik a 2006-os év eseményeire, ugye, amikor a TV-székház ostroma során a segédcsapatok, tehát a fideszes segédcsapatok ugye megostromolták a székházat, és ugye hát azok az idézőjelben tett hősök, akik elfoglalták, mindenki látta a TV közvetítésben, hogy mi történik ott. Aztán ugye emlékeim szerint az összes túrólit magukkal vitték, de hát ez nem volt egy kis dolog, itt a köznyugalom megzavarása volt a tét, végül is azért nem döntöttünk a kényszerbontás elrendelése mellett. De ez a történelem, ha a mához közelítünk, akkor azt lehet mondani, hogy
ez a folyamat 2010 óta, tehát az önkormányzati autonómia lebontása szisztematikusan zajlik. Ez ugye kezdődött az iskolák, kórházak által államosításával, a megyei önkormányzatok hatásköre elvonásával, rengeteg hatósági ügyet elvettek a jegyzőtől, ugye március 1-től már az építéshatósági jogkörök átkerültek a kormányhivatalokhoz, és hát ugye külön csoportba sorolhatok azok a törvények, amelyek az önkormányzatok tulajdonát, gazdálkodását érintették. Ez a Lex Margit-szigettől kezdve a Városliget beépítési problémái, ugye a legújabb, hogy a változtatási tilalmat nem lehet elrendelni a Városligettel kapcsolatban. De az egyik kedvencem, hogy 2013 óta, ezt talán kevesen tudják, az önkormányzati közterületek filmforgatási célú használatáról már nem a települési önkormányzat, hanem az állami szervek döntenek. Ez szerintem Guinness rekord. Ja, tehát, hogy valahol forgassanak, azt nem az önkormányzat dönti el, hanem valaki egy. Aha. Tehát, hogy ez már nincs köze az önkormányzatnak. Így van, így van. Tehát, ha ugye az okokat keresünk, akkor megint csak oda kanyarodnék vissza, hogy miután a miniszterelnök, pártelnök semmilyen vereséget nem képes elviselni, ugye egyszerűen azt gondolja, hogy számára az a legegyszerűbb, ha felszámolja az önkormányzatok gazdasági mozgásterét. Tehát én azoknak a véleményét osztom, akik szerint itt az önkormányzati autonómia szisztematikus lebontása zajlik. Tehát be kell bizonyítani elsősorban a fővárosnak és más vidéki nagyvárosok választópolgárainak, hogy rosszul döntöttek, mert lám-lám, mi lett a vége. Szerintem ennél nem többről van szó, vagy ezt kérdezem, hogy nem többről van szó, mert ezek a megszorítások, jogelvonások, pénzátcsoportosítások érintik a fideszes önkormányzatokat is, és lehet, hogy ők visszakapnak pénzt, ezt-azt, de az ő függetlenségük is elveszik. Tehát a fideszes önkormányzatok, önkormányzati vezetők is sokkal kiszolgáltatottabbak lesznek ebben a szisztémában. A helyzet az, hogy a kormánynak a jogi eszköztára lényegében annyira széles, hogy kivételeket mindig lehet tenni. Hát hadd mondjam most a legújabb példát, ami ugye tegnapi hír volt, ez a bizonyos adófeltöltési kötelezettséggel kapcsolatos hitel felvételi tilalom. Ez egy elég bonyolult dolog, nem akarom hosszasan... Lényeg az, hogy nem kell befizetni az iparűzési adót a határideig decemberig az önkormányzatoknak, de erre nem is tudnak hitelt felvenni, pedig az a pénz, már hogy faktoráltatni, pedig az a pénz előbb-utóbb be fog jönni, ha jól értem valami ilyesmi. Igen, a dolog lényege, hogy ugye ez sújtja az önkormányzatokat, mert nem vehetnek fel likviditási hitelt, ez a dolog egyszerű összefoglalása, de a kormány egyedi kivételeket tehet. Tehát ez ugye azt jelenti, hogy azoknak a baráti önkormányzatoknak, mondjuk így, a fideszes haverok által vezetett önkormányzatokra ez a kormány korlátozás, ez valószínűleg nem fog vonatkozni. A költségvetési törvény egyébként maga olyan, hogy a kormány oda csoportosít át forrásokat, ahova csak akar. Tehát mondjak egy jellemző példát a közelmúltból, ugye március 14-én, ez még a rendkívüli állapotok ideje, az operatív törzs javaslatára egy kormányhatározat 600 millió forintot vett el azonnali hatállyal az önkormányzatoktól, miközben ennek az összegnek a közel ötszörösét, 2,8 milliárd forintot csoportosították egyházi ingatlan beruházásokra. Ez most márciusban történt. Most természetesen én nem szeretnék egy ilyen komoly dologgal viccelődni, de a kormány jogköre olyan széles a költségvetési átcsoportosítások és módosítások területén, hogy bármikor adhat mondjuk Debrecennek egy újabb stadion építésre pénzt, hogy a véletlenül kiesett focistákat visszahozza az őket megillető NB1-be. Ez brutális ez a példa, de nincs jogi akadály ennek. Azt hiszem kapott is vissza Debrecen, talán most 700 millió forintot a valamelyik autógyárt, BMW van ott, azt hiszem beruházással kapcsolatban nagy hirtelen, tehát valamiféle visszaosztás van. Igen, de ha tulajdonképpen egy kicsit ilyen rendszerszerűen akarnánk a dolgot szemlélni, és hát
ugye a kedves hallgatók is jobban eligazodnak, hogyha ezt az egészet rendszerszerűen látják, akkor abból kell kiindulni, hogy az önkormányzatok lényegében az önkormányzati gazdaság bevételi forrásai az háromféle lehet, tehát három forrásból van az önkormányzatoknak bevétele. Az egyik az önkormányzati vagyon hasznosítása, ebbe sok minden beletartozik, a különböző ingatlanok bérbeadása, közterület foglalási engedélyek, parkolási díj, ugye ez most megint egy komoly kérdés volt. A második körben a helyi adók tartoznak, és a harmadik pedig a központi költségvetési támogatások. Na most, ha ezt a három nagy agregátumot nézzük, akkor sorra hozhatók olyan példák, most hadd mondjak néhányat így ez szerint, a rendszerezés szerint, például a vagyonkorlátozás. Hát az egyik legbrutálisabb, és nyugodtan mondhatnám, hogy arcátlan lépés volt ez a különleges gazdasági övezetek fogalmának a bevezetése. A Klubrádió hallgatói hallottak róla, ez a Gödi modell, ahol Gödön ellenzéki polgármester győzött, és ugye az ottani akkumulátorgyárral kapcsolatos jogokat egyszerűen a veszélyhelyzetre hivatkozva átadták a megyei önkormányzatnak. Nyilvánvaló, hogy ennek az ügynek az égvilágon semmi köze nem volt a koronavírus járványhoz, de egy kormányrendelet ezután is bármikor megállapíthatja, hogy egy terület jövő hónap 1-től különleges gazdasági övezet. Ezt követően a területtel kapcsolatos összes rendelkezési jogot beleértve, például a helyi adókra vonatkozó szabályozás és beszedés jogát a települési önkormányzattól elveszik, és azt a megyei, ugye tudjuk, hogy a fideszes önkormányzatok vannak mindenütt többségben. Tehát ezt úgy kell tekinteni, mintha az iparűzési adó alanya, ugye az a cég vagy vállalkozó, aki fizeti az iparűzési adót, ez áthelyezte volna a székhelyét valahova máshova. De a másik példa sem utolsó, ugye az önkormányzatok gazdasági önállóságának az elvétele szempontjából, ugye a hitelfelvételek előzetes kormány jóváhagyáshoz kötése. Ez egy komoly korlátozás, ugyanis a Fidesz szabály úgy rendelkezett, hogy a jogszabály elfogadás, hogy ez még az alaptörvény módosítására megy vissza, minden olyan ügylet, ami adósságot keletkeztet, és a főváros, megyei jogú városok esetében meghaladja a 100 millió forintot, ott előzetes kormány jóváhagyásra van szükség, a többieknél ez kevesebb, tehát 10 millió körüli a határ. De mondhatnám szintén az újabb példák közül az önkormányzati szolidaritási hozzájárulást, ami egyértelműen egy sarc bevezetése. Csak hogy képet alkossanak ennek a nagyságrendjéről, 2020-ban az önkormányzati szférának 43 milliárdot kell a központi költségvetésbe befizetni, 2021-ben már 160 milliárdot. Ez a főváros esetében 10 milliárd, illetve 36 milliárd forint. Tessenek belegondolni, mindezt egy olyan időszakban, amikor a gazdaság leállása miatt az önkormányzati adóbevételek is csökkennek. Tehát itt egyértelmű a politikai szándék. Nagyon naív lesz a kérdésem, de hát, ha tud rá jó választ mondani. Ugye az előbb, amikor a Turul ügyet említette, azt mutatta, hogy legalábbis akkoriban egy önkormányzatnak volt mozgástere, tehát meg tudott tagadni kormányhivatali, bírósági jogerős döntések végrehajtását is. Ma az önkormányzatoknak csak annyi marad, hogy morogjanak, mert ez történik, vagy esetleg tudnak aktívan is tenni, hogy valamit megvédjenek a jogaikból. Én azt gondolom, hogy azok a kezdeményezések mindenképpen ígéretesek a 2019-es választás után, ami a Szabad Önkormányzatok Szövetsége, meg a ilyen hasonló érdekegyeztetési próbálkozások. Tehát sajnos az a helyzet, hogy a jogi lehetőségek valóban meglehetősen korlátozottak. Ha visszatérünk erre az egész hitel korlátozás problémára, azt kell, hogy mondjam, hogy önmagában az a tény, hogy megszüntették az önkormányzatok korlátlan hitelfelvételi jogát, ez gazdaságilag, közigazgatásilag ez egy észszerű dolog. 2010 előtt az akkori kormánynak azzal kellett küzdenie, hogy az önkormányzatok, a fideszes önkormányzatok gátlástalanul adósodtak el,
És ugye ezt tudni kell, hogy az önkormányzat az nem mehet csődbe, tehát az önkormányzat működését, a közszolgáltatások biztosítását azt meg kell oldani, tehát ezért végső soron az államnak felelősséget vállalnia. Tehát itt arról van szó, hogy vannak észszerű jogintézmények. Nem, bocsánat, de hát itt azért az volt, hogy a Fidesz uszította, nem tudok rá jobb szót, ezeket az önkormányzatokat, hogy költsetek nyugodtan, mutassátok meg, hogy itt mindegyről, aztán majd mi megnyerjük a választásokat, és lerendezzük valahogy, miközben ezt az akkori kormánypárti önkormányzatok értelemszerűen nem merték megtenni. Így van, de azt mondjam, hogy a Fidesz rendkívül találékony abban, hogy hogyan lehet, és ugye itt a kreativitás is érvényesül, hogy hogyan lehet a mások pénzét elvenni, most erre nem tudok jobb szót mondani. Ami például a helyi iparűzési adóval történt, azt nyugodtan mondhatjuk botrányosnak. Ugye azt tudni kell, hogy a messze legfontosabb helyi adóbevétel az önkormányzatok esetében az iparűzési adó. Ugye ezt a cégeknek a székhely szerint illetékes önkormányzat költségvetésébe kell befizetni. Ez országosan olyan 800 milliárd forint körül van, ez nagyjából háromszorosa a társasági adóbevételnek, tehát itt nagyon nagy pénzről van szó. Mi volt ennek a főváros elleni éle, hogy akkor nevezzük nevén a gyereket? Az, hogy a világcégek többségének a székhelye köztudottan a fővárosban van, tehát a helyi iparűzési adóval kapcsolatos jogi korlátozások egyértelműen politikai tartalom és politikai motivációra vezethető vissza. És ugye találékonyság, ez azt jelenti, hogy itt nem az Einstein módszerével éltek, hanem azt szabályozták, hogy mire fordítható ez az adóbevétel. Tehát ugye például a gépjármű adót azt egyszerűen konfiskálták, ugye az az Einstein, amit a pásztorok csináltak a múzeumkertben. A helyi iparűzési adó esetében viszont azt mondták, hogy az ebből befolyó pénzt azt elsőként a helyi közösségi közlekedési feladat ellátására kell fordítani. Az ezen felüli adóbevétel hányadot a helyi szociális ellátás finanszírozására kell fordítani, és egy most benyújtott törvényjavaslat azt is megtiltaná, hogy az önkormányzati alkalmazottak személyi juttatásaira és járulékaira fordítsanak ebből a pénzből. Hát ez egy egészen arcátlan korlátozása a legnagyobb helyi adóbevétel felhasználásának, és hát egyúttal az önkormányzati autonómiának. Tehát, ha jól értem, akkor kész. Ez az önkormányzatiság élt 1990-től 2000, nem tudom, még csak nem is 20-ig. 2010-ig ezt mondhatjuk. De azért, hogy valamit enyhítsek, mert belátom, hogy ez egy apokaliptikus kép, amit én fölvázoltam. Szóval túl azokon az általánosságokon, hogy ugye előbb-utóbb minden diktátor meg szokott bukni, szerintem érdemes arra figyelnünk, ami az Európai Unióban ezekben a hetekben történik, és itt elsősorban a most induló költségvetési vitára gondolok, ami a járvány miatt minden eddiginél eltérő és különleges lesz. Egyrészt ugye új hatalmas forrásokról van szó, ez már sokat írt a sajtó, ez például az a 750 milliárdos helyreállítási alap. Másrészt egyre inkább érlelődik egy olyan helyzet, amelyben már nem viselik el az uniós pénzek kormányzati szintű fosztogatását. Számos olyan intézményi javaslat készül, hogy ezt meg lehessen akadályozni, és az egyik ilyen, hogy hogyan lehet azt megoldani jogi eszközökkel, hogy a korrupt kormányok közvetítése helyett az uniós támogatásokat közvetlenül a címzettekhez juttassák el, ezek ugye elsősorban az önkormányzatok. És hát ugye tegnapi meg mai hír, hogy az Európai Bizottság nem mond le arról a törekvéséről, hogy a jogállami elveket megsértő tagállamok esetében élni fog a támogatások csökkentése, felfüggesztése jogával. Tehát én úgy gondolom, hogy ha ezekből bármi megvalósul, akkor ez Magyarországon még kormányváltás nélkül is igen nagy változásokat jelentene. Köszönöm szépen Forgács Imrének, közigazgatási szakember volt, igazságügyi és rendészeti miniszternek, viszonthallásra. Köszönöm, viszonthallásra.